tudjuk, hogy ez a Honvéd egyik erőssége. Hollander vállalja magára, és ott a gól! Szinte ugyanúgy, mint ahogy a 8. percben közbeugrott egy Bécsidat, vagy akkor csak zavart keltett, most meg is előzi Gőcét, és megvan az egyenlítés. A leshatár környékéről lépnek ki, és Grumics lemaradt Ivan Lovricsról. Itt már lépés erőnyben a horvát. A hátra lévő szűk fél órában, ahhoz, hogy fordítson, vagy akár pontot szerezzen a Kaposvár, kisebb fajta oda kéne a látottak alapján. Főleg így. Éppen azt akartam mondani, az viszont kiderülhet, hogy mennyi tartás van a Rákócziban, mert bizony komoly zakóba is beleszaladhat a hazai csapat, és ez a 4 gólos vereség, hogyha így marad, ez már komoly zakó. Lovrics góljával hullani 65. percben. Módjával reagált az esetre. Ez minden esetre kecsegtető lehetőség. Akár meg is lehet falajcát tenni, de nincsen könnyű dolga, hiszen rengetegen állnak közte és a labda között. 9. perc, Martínez élesen, gól! Nagyszerű csúsztatás volt! 2-0 a Budapest Honvédnak! Alaposan meglepik az Újpestet az elején. Ivancsics labdája jön, és Ribánszky főleg. Egy kezes mondtuk, de elég messzire került a labda. Botis. Jó ütemben bökte tovább. Vidovics lendületből. Szabad ember, gól! 5. perc a 2. fél időben Ivan Lovrics góljával vezet a Budapest Honvéd. Őt most nagyon ott hagyták, és Lovrics, aki egy időben termelte a gólokat, olykor kettesével, de az elmúlt hónapokban már csendesebb volt az ellenfél kapujánál. Most megint ott marad, és Vidovics tanári beadását 5 méterről gond nélkül fejeli a bal sarokba. Pedig inkább talán a Siófok vezető gólja volt benne ebben a mérkőzésben. Itt a legjobb ütemet választja a passzra Botész, Vidovics labdája remekül tekeredik, és mindenki másra figyelnek, csak sikerül megtartania, ebből indulhat a Honvéd. Hát a fejében a kapu előtt. Most jól sejtette, hogy mi következik, és Daud nagy helyzeténél Hegedűs védeni tudott. Jól számolt Burány. George, Burány. És Lovrics. Akkor Rossi nagyon mérges Vernesre, hogy és igyekeztek azzal nézőket fogadni a lelátóra, hogy családi napot hirdetett a klub erre a mérkőzésre. 18 év alatt és 65 év felett. Aztán Kavics csak ajándékba visszakapta a labdát. Bőle, még volt a csel, csak úgy, mint Lovrics becsúszás. A helyzetből volt. Szerencsére Vida Kanics
más kategóriáját. Tokodi szépen megvárta Kronavetert, Kronaveter létszám fölényben értelemszerűen, ez pedig egy utánrugás. Küld szerelési kísérlet következik, szépen végül is eltörte Kirszki Martin lábát. Ezzel köszöntötte őt ismét az egészséges futár. Habora. Habora próbál még valami kreativitást színt vinni a Fradi játékába. Több-kevesebb siker. És ha minden igaz, akkor viszont Hidi Patrikot hívja le. Rucsina végezheti el a pardobást. Haruna. Ivanovics van most bajban. Pattan a labda. Ezek következik. Ki egyetlen góljának szerzője. Ivanovicsra vezette rá a labdát. Moll lőheti. Most lövi. Belelép az a Valovics. Jenner. Lovrics kifejeli. Pécsei nem tudja eltenni onnan. Csukic. Szomália. Középen Busai érkezik. Lovrics azonban beleteszi a fejét. Eddig kiváló. Halmosi. Jó is a passz. Érkezik Radó. Középre is nincs öngol, mert a kapufa kisegíti a Honvédot. A kettőbe mehet a haladás. Radó rávezetheti, Lovricsa érkezik, Halmosi és Repa. Radó és nem tudja átvenni Halmosinak. Ez nagy lehetőség. Radó, Bosnyák. Jó a beadás. Lovrics nem tud felszabadítani, csak most. De ez is Nagy Gáboré. Elindul az alapvonal felé, középre lövi, szöglet. Elől Harris, Stanisavjevic, Lázár, és még mások is. Hát a túloldalra sikerül kifejelni. Már kontrára játszani. Nincs les, nincs les. Chihuahua, Chihuahua, 16-osabban, Chihuahua ellövi. Óriási mentés, a gólvonalról. A taktikával fog játszani, továbbra is védekezik, inkább vagy Kijev jön. Hát Kijev rendelte már Borosszi a csapatát. A másik térfélen, az a Honvéd térfelén van. Na nézzük, Arsic. Jön a beadás. Lovricson akad el a labda. Gréci. King már fellépett, úgyhogy Lovrics húzódott ki. Gréci. Lovrics blokkol. Barát. Szép összjáték Varga Kronaveternek. A sarkozás viszont már nem sikerül igazán. Szögletre patta a labda. Caneira. Gyurcsó. Gyurcsó húzta meg a jobb oldalon. Kovács. Stopira. Kicsit szétszakadt a mezőny. Stopira. Újra lövi be a labdát, Lovrics vissza. Sándor. Hidi vissza fejjel, ellenfélhez Róde Bücher. Okosan ki a bolyból Tóth Bence. Német Milán most könnyelmű volt és elveszíti. Jó. Szünetében kellett lecserélni. Bernes Urány próbálja kizárni, Hegedűs Dávid.
Megint egy hosszú mélységindítás, ha sikerül levenni, az jó, de már les volt. Ignjatovics. Akkor mégiscsak sérülés történt, és nem pedig taktikai okai voltak a cserének. Lovrić megint a labdával. Mélységből indulnak be többen is, például Alcibiade kint a bal oldalon, és teljesen üresen kapja a labdát. A Hobbénnál. Van-e még itt csattanó mencsben, hiszen vannak óriási üres területek ott a jobb oldalon. Lovrić érkezik az akcióval, és beteszi középre Stevanović. Elcsípi a labdát. Hát most már csordogál itt a mérkőzés utolsó 5-10 perce. Bár itt még lehetett volna valami, hiszen középen érkezett Odi. Рыжаков забыл о своих прямых обязанностях защитника. Нет. А вот это опасно, очень опасно! Раскочил между двумя игроками. Может, Юбро, Кирешни, Атар, Шонда, Атрофела Кутуадми. Vajon van-e les? Nincs les, nincs les, és így Hidi beviheti, Hidi elrúgja, vagy visszaburít. Délceg. Inkább visszadobja a beadás, ez jó ötlet volt. Szépen jött a labda, és Ivánszkinak kellett ütnie. Hogy a Karácsa sűrűjéből, és sikerül átforgatni a játékot a másik oldalra. Lovrić indítása. Rózsa inkább visszatáncol, és így bajban lehet, de elakad benne.